be, amikor azokkal az energiákkal, amikkel te kóperálsz, megjelensz és felrobbantod a színpadot. Hány fajta ételt szoktál felsorolni, mert azért az kicsit improvizatív. Igen, négyet, ötöt, nem hiszem túl. És találtál már ki azok a új paradicsomos ételeket? Fogalmam sincs, milyeneket mondok, mindig valami más. Csak az a lényeg, hogy a paradicsomos káposzta benne legyen kétszer, csak az a lényeg. És ugye Nárai Erika játszott ezt a szerepet, és őtőle örököltem meg ezt a konyhásnő szerepet. Igen, konyhásnő. Én is láttam a darabot együtt az elején talán egyszer, de úgy különben, mint nem. És de mondom, hát rám bízták, akkor megcsinálom. És meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó érzéssel csináltam, mert nem csak amiatt, mert a szerep elég sikeres annak dacára, hogy nem tudom miért, mert nem egy nagy szerep, de olyan jó érzés nézni a többieket, meg ezeket a dalokat hallgatni, tehát minden este nekem egy nagyon nagy élvezet a dolog, mert nézem is őket, meg hallgatom is a zenét, és az egész darab egy olyan, tényleg olyan friss, olyan üde, és nagyon jó. Nagyon szeretem ezt az előadást, sajnos most már vége lesz, leveszik, hogy mi. Nem pihentették. Na jó, a többit majd mi is meglátják majd, amikor holnap, amikor beülnek és megnézik.